Sziasztok, ez itt Levina csatornája. Egy olyan pogácsa receptet hoztam nektek, ami gauda sajttal készül, és a formázás után már nem kell pihentetni, mehet azonnal a sütőbe. Gazdag alapanyagokból készül, kerül bele túró, vaj, bőven. Ha szeretitek a gyors és egyszerű recepteket, akkor maradjatok velem, és lássuk, hogyan készül ez a kívül ropogós, belül puha pogácsa. Kezdjük az alapanyagokkal. Mondhatjuk úgy is, hogy ez a 25 dekás pogácsa, mert 25 deka lisztre, 25 deka túróra és 25 deka vajra lesz szükségünk, ezen kívül még kerül bele élesztő, tojássárgája, só, a tetejére pedig természetesen sajt, gauda sajtot fogok használni, illetve még teszek rá fekete szezámmagot is, de előtte megkenjük minden pogácsának a tetejét tojással. Kezdjük is el! Géppel fog készülni a tészta, a dagasztóedénybe először beleöntöm a lisztet, jöhet hozzá a vaj, a túró, a tojássárgája, végül belemorzsolom az élesztőt, a só később kerül bele a tésztába. Indítom is a gépet, nem kell sokáig dagasztani, ez egy zsíros tészta, néhány perc alatt összeáll. A sót ne felejtsük el, most már biztos nem fog közvetlenül érintkezni az élesztővel. Pillanatok alatt összeállt a tészta, ennek ilyennek kell lennie, és most egy órára megy pihenni a hűtőbe, letakarva. Letelt a pihenőidő, lisztezett felületre kiborítom a tésztát, kicsit elegyengetem, nyugodtan lehet lisztezni, mert ragad a tészta. Ketté választom, az egyik gombócot félreteszem, egyelőre a másikkal fogok dolgozni, és bőven lisztezek. 1 cm vastagra nyújtom ki a tésztát, lekenem felvert tojással a tetejét, és jöhet rá a gauda sajt, minél több sajtot teszünk rá, annál finomabb lesz. Indulhat a szaggatás, kicsi pogáccsal szaggatót használok, szép csinos pogácsaink lesznek. Sütőpapírral bélelt tepsibe belesorakoztatom a pogácsákat, és 180 fokos sütőben fogom őket megsütni. Az első adag kész. Hip-hop ki is sültek, szépen megemelkedtek, és megpirultak. Jöhet a második tepsi szezámmaggal is, és az új pogácsa szaggatómat is kipróbáltam. Elkészültek a csodás sós sütik, két tepsivel, 180 fokon, 15-20 perc alatt sültek készre. Csinosak, ropogósak, és még napok múlva is puha lesz a belsejük. A sok zsíradéknak köszönhetően nem fognak kiszáradni, már ha maradna belőlük, bár erre nem sok esély van. Vendégváráskor előre meg lehet sütni, másnap is ugyanilyen friss és mutatós lesz. Érdemes kipróbálni, mert utána nincs más dolgotok, csak az elismeréseket fogadni. Biztos vagyok benne, hogy mindenki elégedett lesz, aki megkóstolja nem csak a pogácsák ízével, hanem a látványával is. Láthattátok, hogy ez egy egyszerű, gyors recept, ami a végeredményen egyáltalán nem látszik. Ha hasznosnak találtátok a videót, kérlek ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és dobjatok egy lájkot. Köszönöm, hogy velem voltatok, jó sütögetést, mert sütni jó, sziasztok!